Stop Gyurcsány, Stop Karácsony címmel indít petíciót szeptember 1-től a Fidesz, jelentette be Kocsis Máté. A kormánypárt frakció vezetője szerint emlékeztetni kell az embereket, hogy azok akarnak most hatalomra kerülni, akik 2002 és 2010 között már tönkretették az országot. A helyzetet Kiszeli Zoltánnal és Vasali Zoltánnal értékeljük. Akik itt vannak már a stúdióban, jó estét, szervusztok! Jó estét! És veletek is kezdjük a friss hírekkel, hogy átengedte a Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergely 2 népszavazási kezdeményezését, vagy kérdését, az egyik a Fudan Egyetemről, a másik pedig az álláskeresési járadékról szólót, az 10-3-ra egyébként, a Fudant azt most itt nézem a hírekben viszonylag egyhangulag. Mennyire lepett ez meg titeket? Hát az, hogy az ellenzéknek átengednek kérdéseit, szerintem abban van önmagában hírérték, azt nem tudom, hogy meglepő vagy nem meglepő, de az másik, hogy én is nézegettem, mielőtt mikor jöttem a híreket, és a kommentekből már érződik, az előző beszélgetésekben is felmerült témaként, hogy akkor most van-e értelme ennek ilyen keretek között, és én azt gondolom, hogy igen, tehát szeptember után, hogyha leketyeg egy előválasztási kampány, megvan az előválasztás, akkor ha ez megmaradt kérdésként, akkor lehet egyik fő témája az ellenzéknek, ami egy ilyen alaphangot ad meg a kampányhoz. Tehát most arra gondolsz, hogy megkérdeztem az előbb Dobrev Klárát és Újhelyi Istvánt, hogy nem okafogyott-e ez a vétó, ami ugye az atlétikai VB-re vonatkozna. Zoli? Hát a HVG-ben azt olvasom, hogy ez egy bluff, hiszen ugye a főváros nem vétózhatja meg önmagában, hiszen itt más szervezők vannak, atlétikai szövetség, a magyar kormány, és ugye a beruházások nagy része is kormányzati beruházásként, kiemelt beruházásként zajlik, tehát ezekre a fővárossal nyilván egyeztetni kell, de a főváros önmagában nem vétózhatja meg, amennyire én látom ezt az eseményt, tehát ilyen szempontból egy zsarolási politikai akciót látok. Karácsony Gergely nagyon le van maradva az előválasztáson, és ezért szerintem kapálódzik. Másrészt ő 5 feltételt támasztott a kormánnyal szemben, hogy amiért cserében támogatja ugye ezt a eseményt, és hát például az 50 milliárd forintot kért a fővárosi egészségügyi intézményekre, egyébként a kormány már... Ez a stadionra vonatkozott, nem? Vagy az atlétikai stadionra? Nem, azért cserébe kért. Azért cserébe. Igen, azért cserébe kért, és ugye többek között a kormány már eleve 200 milliárd forintot költ az Egészséges Budapest program keretében a központi régióra, nem csak Budapestre, hanem az agglomerációra is. Ő ugye még 50 milliárdot kért, évi 10 milliárdot, a kormány az első részt már ugye át is utalta, tehát ilyen szempontból a főpolgármester követeléseit a kormány már elkezdte teljesíteni, és erre még ugye bemondta ezt a blöffölt. De hát a főpolgármester azt mondja, hogy nem teljesíti, mert ő meg felrúgta azt, hogy diákváros lesz, amúgy meg nem lesz, hanem Fudan lesz. Mi nem tudjuk, hogy lesz, ugye terveket látunk, különböző piros meg zöld foltokat, amelyek hol helyet cserélnek, hol átfedik egymást, tehát ilyen szempontból tervekről beszélünk, és az, hogy a választási bizottság átengedte a népszavazást, a demokráciának egy jele. Ugye van, amit átengednek, van, amit nem, ugye itt is hallhattuk, hogy milyen arányban van, amit megszavaznak, a pártok küldöttjei, van, amit nem. Hol a Jobbik a jelöltje, ugye például a gyermekvédelmi népszavazásnál a kormánnyal szavazott, tehát ez lenne a normális, hogy a jelöltek a témák mentén, a pártok küldöttei a saját pártjaik témái mentén, az általuk képviselt szavazóik érdeke mentén szavaznak. Ez történt most is. Jó, csak egy mondat, hogy lehet térképeket nézegetni, igen, de valóban valamihez viszonyítani kell. Tehát, hogyha úgy terveznek meg egy kínai egyetemet, hogy ott nincs már hely egy diákvárosra, akkor jobban merülnek föl kétség. És a másik, amit mondtál, ez a 200 milliárdos egészségügyi fejlesztésben, abban benne van a szuperkórház is, ami... Persze. Hát igen, oké, értem. Szükség csak, hogy... van szuperkórházra. Igen, de látjuk, hogy most ebben a megállapodásban pont az ellenzéki kerületvezetők pont a saját kis kerületi szintű egészségügyi támogatásaik miatt aggódnak. Tehát, hogy ennek azért is jogos ebből a szempontból a kérdés, mert hogyha az ellenzék itt egy ilyen keményebb stratégiát folytat, akkor akár kerületi szintű fejlesztések is megkérdőjeleződhetnek. Vissza a Fudanra, egyébként Latman Tamás nemzetközi jogász mondta azt, hogy nem lehet, tehát jogilag ezt nem tudja megvétózni Karácsony Gergely vagy a főváros, de azt is hozzátette, hogy lehet olyan politikai hatása, hogy mondjuk a szövetség újra gondolja a szerződést, mert hát ha nem akarják itt, akkor... Hát, hogy a város nem akarja, akkor igen, lehet azt mondani, hogy a nemzetközi jogilag a különböző intézményeknek döntési kompetenciái vannak, de hogyha maga a főváros nem akarja, akkor valószínűleg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is elgondolkozik azon, hogy akkor itt csinálja vagy sem. Hát nyilván ez függ a jövő évi választás kimenetelétől is, nyilván az is benne lesz többek között a választásban. Azonban azt is látjuk, hogy az ellenzéki politikusok nagyon szeretik megfúrni ezeket a nagy sporteseményeket, akár az olimpiára, ha gondolunk, vagy most fenyegetik ugye az atlétikai VB-t, amikor bezzeg teltházas... Hát miért mondja, hogy az olimpiát az ellenzéki politikusok fúrták meg? A Momentum ugye az olimpiában... A Momentum népszavazást akart abban a kérdésben. Ha a kormány tartott volna népszavazást, akkor dönthettek volna az emberek, de a kormány nem tartott népszavazást, hanem visszalépett
félt ettől a népszavazástól, tehát nem merne belemenni. Hát nem minden konfliktusba kell belemenni. Van, amikor a kormány úgy dönt, hogy nem érdemes konfliktusba belemenni, akkor azt nem vállalja fel. Ez nyilván ez egy politikai döntés, amit a szavazók utána egyébként a 18-as választáson biztos, mint mondtam, ez is benne volt a csomagban, és szerintem ez is szerepet játszott a döntésben, nyilván pro és kontra, de ami szerintem fontos, az ellenzéki politikusok, amikor bele lehet rúgni ezekbe a projektekbe, akkor általában blokkolják ezeket, vagy ezzel fenyegetnek, amikor meg teltházas meccsek vannak a Puskás arénában, akkor meg ott fotózkodnak és ott szelfiznek. Tehát van egy ilyen ellentmondás szerintem, hogy mikor mit tartanak politikailag opportunnak. Pont ez az, amit utoljára mondtál példaként, hogy tehát az, hogy a Fidesz próbálja az ellenzéket egy ilyen sporttelen spózban tartani, én azt stratégiailag értem, de szerintem most már ez nem annyira, nem így igaz, várj csak még egy mondat, és sokkal inkább az érződik, hogy vannak ilyen nagy rendezvények, vadászati kiállítástól kezdve, ami most lesz az eukarisztikus világkongresszus, lehet látni, hogy a kormány ezeket ilyen szinte egy kampány témaként tartja fent, hogy megcsinálja a járványhelyzet negyedik hulláma előtt is, de hogy igazából, hogy mondjam, tehát ezt ellenzéki kritika joggal élheti. Egyrészt ugye biztonsági óvintézkedésekkel végzi, akkor meg külföldről például a foci meccsekre is ugye csak teszttel lehetett bejönni, tehát nem az, hogy akárkit beengednek, meg ugye a rendezvények látogatása is a járványhelyzetben szabályokhoz van. A szlovák-magyar különbséget mondjuk az eukarisztikus világkongresszus esetében sokkal nagyobb a kontroll, de még ez félre. Magyarországon jobb az átoltottság, bocsánat, a szlovákoknál 30%, nálunk 50%. Tehát reméljük, hogy ez a negyedik hullámban is mondjuk egy ilyen óriási rendezvénynél. Ebben nem menjetek bele, abban viszont igen, hogy azt mondta Zoli, hogy nem érdemes minden konfliktusba belemenni. Ebbe érdemes szerinted a kormánynak belemenni, mert hogy ha minden igaz, és lehet erről népszavazás a fudarról, hogy átengedte az OVB, hogyha nem támadják meg, és ez így marad, és összejönnek az aláírások, vagy ebből kihátrálhat-e a kormány, mármint a fudamból? Hát nyilván ez is ugye, hogyha lesz népszavazás, akkor nyilván annak a népszavazása meg kell nézni az eredményt, hogy az eredményese és érvényese, mert ha eredményese és érvényes, annak van egy jogi kötelezettsége a parlamentre, a kormányra nézve, tehát ezt meg kell várni. De itt ugye mondtad, Zoli, hogy próbálja a kormány sportellenesnek feltüntetni az ellenzéket. Én azt látom, hogy az ellenzék sportellenes, hiszen amikor az uszodákról volt szó, a stadionokról, a tornatermekről, mindig az minek ennyi, amikor sportsikerek vannak, akkor azt mondták, hogy mi a tornatermekről, a stadionokról, Zoli. Ráadásul azok az úszodák, amiket említesz, pont a vizes bébi alatt nem volt tömegesen látogatható, sőt később is nehezebben, tehát szerintem most is látod, amikor a mindennapos sport, a mindennapos tornáról volt szó az iskolákban, most az egyetemeken adnának ugye lehetőséget, hogy az egyetemisták is sportolnak, ezt is támadja az ellenzék, tehát nem mondta, hogy próbálja a kormány sportellenesnek tartani. Mondom, tehát mert ezt gondolom. Jó, mondani mondhatod, igen, ha te ezt gondolod, én azt elfogadom, hogy te ezt gondolod, csak én azokat az érveket akartam felhozni, amik alátámasztják ezt. Hogy ezeket cáfolni, igen. De ez szerintem az egyértelmű, hogyha valaki nem akar olimpiát Magyarországon, mert meggyőződése, hogy mondjuk ez nem tenne jót, mondjuk a korábbi olimpiákból, az sport ellenes? Hát miután az olimpiának, tehát nem szurkolhat, mint az olimpiának van egy olyan hatása, hogy nyilván az élsport és a tömegsport közti kapcsolatra, ha gondolunk, az élsportnak van egy húzó hatása, hogy amikor Egerszegi Krisztina megnyerte egymás után az olimpiákon az érmeket, akkor nagyon sokan elkezdtek ugye sportolni. A Hosszú Katinka is, hogy olvasom az újságot, hogy ő is talán azért kezdett el, nagyon sok ilyen. Persze, csak volt, hogy majdnem bedöntött egy országot, hogyha mondjuk a görög az olimpiai után. Persze, nyilván görögök lehet, hogy rosszul csinálták. Ha megnézzük például, hogy csak azok az foci EB meccsek, amiket Budapesten tartottak, hogy azok például a budapesti turizmus újraéledezéséhez milyen hozzájárulással voltak, akkor azt gondolom, hogy ez egy pozitív hozzájárulás volt, és azért mondom, hogy be kell tartani nyilván az elvárásokat. Érdekes egyébként, hogy az ellenzék hogy aggódik ezekért a rendezvényekért, az eukarisztikus kongresszusért, vagy a vadászati világkiáltásért. Most Kölnben Pride volt, 10 000 résztvevővel, ott nem aggódtak. Budapesten Pride volt, akkor nem hallottam ezeket a hangokat, hogy hányan fertőződnek meg, amikor pedig mondjuk van egy olyan rendezvény, ahol mondjuk amit a kormány eredményként tud felmutatni, például a foci EB-nél, a Puskás stadionban örült ez a 60 000 ember, hogy ott lehet. De a nyáron közepén volt a Pride, Zoli, és nem a negyedik hullám kezdetekor. Kölnben tegnap volt a Pride. De akkor is, tehát hogy a magyar ellenzéknek miért kell a kölni rendezvények miatt aggódni, tehát ezt nem értem, hogy hol a párhuzam. A foci EB és a Pride nagyjából egy időben volt, és a foci EB-nél aggódtak hangosan sokan, a Pride-nál meg senki sem aggódott. Szerintem az aggódás ilyen szempontból hasznos, főleg egy ilyen esetben. Na, menjünk tovább, beszéljünk a Stop Gyurcsány Stop karácsony petícióról. Ugye az ellenzék szokott petíciókat indítani, meg is szokták kapni a kérdéseket az újságíróktól, hogy már megint egy petíció, már hányadik petíció. Mit akar ezzel a Fidesz? Mi értelme a Fidesznek egy ilyen petíciót? Az furcsa ebben az egészben, hogy egy kicsit olyan dezsavú érzése van az embernek, mert ez már talán a második ilyen, egy kampányon belül a második akció, talán a Fidelitás csinált ilyet korábban, vagy lehet, hogy maga a Fidesz, hogy az egész szövetséget ilyen Gyurcsány által vezetettnek állítsa be. Nekem ebből úgy kicsit
most úgy tűnik, mintha nem lenne jobb ötlet. Nem, ez egy figyelemfelhívó kampány, és szerintem a kormány, vagy a kormány oldal, a kormánypártok arra akarják felhívni a figyelmet, mert nem lehet elégszer. 15 éve lesz ugye az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése, nem sokára 15 éves lesz, hogy a 2015-i időszak térne vissza. Itt is egyébként, itt ebben a stúdióban is hallhattuk már azokat a terveket, hogy például az ellenzék, amit progresszív adónak hív, az azt jelentené például, hogy a 15%-os jövedelemadóhoz képest sokkal többet kéne, akár 25%-os adót is fizetni az átlagkeresetnél kicsit magasabb. Hát ők nem ezt mondják, nem vagyok az ellenzék fogadott prókátora, de ugye sávos adóban gondolkodnak, de ebbe nem menjünk bele, de ennek a petíciónak mi értelme van. Ugye a Fidesz eddig is gyurcsányozott, vagy felhívta arra a figyelmet, hogy a 2010 előtti időszak fog visszajönni, de az, hogy belemegy egy ilyen petíciógyűjtésbe, nem ismeri el, hogy akkor az ellenzéknek van esélye 22-ben, hogy a Karácsony Gergely rögtön azzal csapta le ezt az egészet, hogy félnek a fideszes fiúk, valami ilyesmit mondott. Karácsony Gergely önkor ugye méltóztatik fölkelni, és a Facebookkal foglalkozik, ugye túl sokat foglalkozik a Facebookkal, keveset foglalkozik a fővárosi közlekedéssel, vagy a... De látsz a naptárára, vagy hogy? Nem, hát a Facebookon követem, ugye, hogy mindig, amikor bejelentkezik reggel, akkor ugye 9:30 volt a múlt héten talán, hogy amikor először bejelentkezett, és még a konyhájából, ha jól emlékszem, ugye igen, ez komoly hullámokat is. Igen. Nem, hát ez azt mutatja egyébként, hogy most miután ő indult az előválasztáson, de túl sokat foglalkozik az országos politikával, és keveset foglalkozik a főváros ügyeivel, legalábbis amit én fővárosiként az utcákon látok, a hajléktalanokat, a szemetet, a közlekedési káoszt, az ugye azt mutatja, hogy itt érdemes lenne több időt szállni talán a főváros ügyeire. Ami viszont fontos, hogy szerintem ez a petíció, ez egy olyan politikai eszköz, egy kampányeszköz nyilván, amivel a Fidesz a szavazóit tudja mozgósítani, hiszen most mi is erről a témáról beszélünk, és a Fidesz szavazók így aláírásukkal tudják kifejezni azt a szándékukat, hogy nem akarják, hogy a 2010 előtti időszak visszajön az ellenzék. És akkor mi lesz ezzel szerinted, Zoli? Tehát, hogy kifejezik az aláírásukat, de van egy gyakorlati következmény. Van a nemzeti konzultációt is végül is. Az már lejárt, az most 25-én lejárt. Hát tudom, de éppen azt is arra használták eddig, hogy a Fidesz törzsszavazói kifejezhessék a véleményeket. Most ugyanezt az érvet hozott fel egy ilyen aláírásgyűjtésre, egy petíció kapcsán. A nemzeti konzultációnál minden magyar választópolgár kifejezhet. Tudom, hogy ki volt megcélozva, tehát azt feltételezem. Igen, és 1,4-et össze? 1,2. 1,2, hát igen, tehát hogy ezért gondolom azt, hogy talán még akkor a törzs szavazókat sem sikerült ebben az esetben, akkor lehet, hogy ez a petíció talán jobb eszköz lesz a Fidesz kezében, de nem ennél több. Mondhatod rá, hogy országos, de hát azt szerintem már elég kevesen hiszik el. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez lesz a végszavunk. Köszönöm.